Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. A mai munkanapokban egy Fussmann Vitodens 200-as típusú kondenzációs gáz készüléket fogok nektek bemutatni, illetve hát ennek a normál éves karbantartását és javítását szeretném bemutatni. Ugye így nyílik maga a panel. 32 fokos kazán hőmérséklet mellett, és ez annak köszönhető, hogy a házigazda volt olyan kedves, és reggel kikapcsolta nekem a kazánt, hogy ne legyen tűz forró, és ezt ezúttal is szeretném megköszönni, ez igazán megfelelő kedvesség volt részéről. Nos, akkor első körben kapjuk le a borítást a készülékről. A burkolat leszedése után egy 45 kW teljesítményű hőcserélővel állunk szemben, és hát tulajdonképpen érthető is, hiszen egy 6 vagy 8 lakásos társasházról van itt szó, nem is tudom egész pontosan, hogy mennyi, de ez igazából a történet szempontjából lényegtelen. Nos, akkor jöhet a következő lépés, hogy azért biztos én is áramtalanítom ezt az egészet, és ugyebár ezt már mutattam előző részekben, hogy itt és itt van két kis piros színű csat, amit ha kicsatolunk, akkor ugye le tudjuk magát a vezérlést itt hajtani saját magunknak. Akit érdekel a vezérlés bekötéséről, akkor az tanulmányozhatja ezt a képet itt nyugodtan. Ami pedig minket érdekel, az az, hogy ezt az elmet is le kell venni. Onnan ugye hiányzik egy csavar, itt viszont még tartja, tehát azt kicsavazzuk és leszedjük ezt az egész burkolólapot innen. A burkolólap eltávolítás után pedig, amint látjátok, ott van a ventilátor összeépítve ugyebár a gázszereppel, a kondenzáció szifon különböző vezetékek, amire szükség van, hátul egy levegőleválasztó egység. Ezt egyébként cseréltem már egyszer, már nem ennél a készüléknél, hanem egy másiknál. Ha jól emlékszem, arról is van talán videó, azt, hogyha ha lesz, akkor belinkelem alulra. Úgy emlékszem, hogy készítettem róla, is egy érdekes kis munka. És akkor tulajdonképpen most ugye az következik, hogy először is lebontom az összes kábelt róla, és miután ezzel meg vagyok, akkor utána az elektródákat is ilyenkor szoktam kicserélni, és hogy miért, azt majd elmondom egy kicsivel később. Kábeleket ugye leszedtem, és akkor most jön ugye az elektródáknak a cseréje. Gyújtó elektróda, ugye ezt is fogja itt kettő darab imbuszfejű csavar, illetve az ionizációs elektróda szintén két darab imbuszfejű csavar fogja tartani, akkor most ezt a kettőt innen kibontom. Elektródák kiszerelve, ugye már csak a hűlt helye van, illetve nem annyira hűlt, hiába ugye nem forró a kazán, attól függetlenül ez még kicsikét langyos. Tehát erről a két üres helyre fog visszajönni két új elektróda, ugye minden esetben eredeti alkatrészt használunk, bontatlant, mint látjátok. Ez a gyújtóelektróda 7829-798-as megrendelési számmal, illetve az ionizációs elektróda is itt lesz, 7834-235-ös megrendelési számmal, és tulajdonképpen most már készen állunk arra, hogy ezt be is szereljük mind a kettőt a helyére. Közben egy kis szösszenet, tehát ugye mind a két elektródát, a gyújtóelektródát is és az ionizációs elektródát is kicseréltem. Szeretném megmutatni, így nézett ki a régi. Nos, nem tudom mennyi látszik, azért ezen volt egy kis lerakódás, illetve hát még üzemel, de azért jobb ezeket minden évben kicserélni. Legalábbis a mi cégünk ezt minden évben szokta cserélni, és én is afelé hajlok, hogy ezek úgyis akkor szoktak beszarni egyébként, amikor karácsony van, vagy hétvége, vagy a legnagyobb tél, tehát hogyha már karbantartásról van szó, akkor annyira nem egy állati összeg, viszont sokkal jobb ezt ilyenkor karbantartásra kicsélni, mint várni bele egy csomót. Illetve azt néztem pont, hogy ennek a kazának a karbantartását én 2017-ben csináltam, tehát a 18-as évben nem volt itt senki, magyarul egy olyan jó másfél évnyi retek kosz szemét van benne, és akkor most kíváncsian fogom várni azt, hogyha ugye kinyitom körbe a csavarokat és kiszedem az égő fejet, akkor mi vár oda bent, szóval akkor most ez fog történni. Ugye a kábeleket már leszedtem, semmi más nem történik, mint leoldani a gáz hollandert a gázszelepről, ellenben előtte még a főcsapot ugye elzárjuk alul. Kibontva, láthatjátok, hogy mennyire szép és tiszta állapotú ez. Ez köszönhető annak, hogy a másfél évvel ezelőtt volt egy ilyen tisztítóhab,
amivel én ezt így kezeltem, és hát úgy látszik, hogy jó volt a kezés, mert tulajdonképpen sok retek nem maradt meg benne. Attól függetlenül ezt azért most át fogom kefélni, és nem tudom, hogy ki mit gondol róla. Mostanában ezzel szoktam csinálni, ugye megint nem okoz gondot. Van egy ilyen típusú kefe, ezt a Wolf kondenzációs gázkazánoknak a tisztításához alkalmazzuk. Ezek a sörték, ezek itt egy nagyon erős, de műanyagból készült sörték, és tulajdonképpen ezt egy kicsit átdolgoztam, tehát hogyha Wolf kazánt tisztítok, akkor így használom a kefét, hogyha Fisman kazánt tisztítok, akkor mindjárt mutatom, hogy mi a változtatás. Szóval abban az esetben, hogyha Fisman kazánt takarítok, akkor ezt a kefét én rá szoktam szerelni, ugye Makit a kis csavarbehajtómra, ugyanis ezzel a módszerrel itt teljesen szépen tisztítható maga a készülék. Ugye ez a műanyag kefe, ez így kárt nem okoz a hőcserélőbe, ellenben a rárolt szemetet nagyon szépen tisztítja. Szóval abban az esetben, hogyha valakinek most egy új ötletet adtam, akkor ez ingyen volt. És csak azért, hogy megmutassam, hogy ez az oldalon már ugye tisztítottam, és látjátok, teljes egészében ugye közte át is lehet látni, ezért csak egy pár milliméter, azt hiszem 1,2 vagy 1,8 milliméter a távolság, tehát nincsen 2 milliméter, viszont ez a kefővel, hogy így közé be lehet nyúlni, teljesen át lehet látni a hőcsérőnek a túlsó oldalát, tehát ezt a doblemezt is látod. Gyakorlatilag ez így tökéletesen tudja tisztítani, ugye ez a szituáció van itt idelent is. Nagyon sok esetben ugye előfordul az, hogy a kondenz víz az itt az alsó részében, ugye beüszkösedik, eldugul, megáll benne víz, és utána a hőcsőt kell cserélni. Amióta ezzel a kefével és ezzel a módszerrel tisztítom, azóta, mint látjátok, itt teljesen átlátható, tökéletesen tiszta, és itt tulajdonképpen még kárt sem okoztam a hőcserélőnek az anyagában, mint hogyha ezt valamilyen részből készült, vagy egyéb más anyagból készült ilyen fémkefével csináltam volna. Tehát ez az oldal, ez készen van, és így néz ki, amit még ugye nem kezeltem, tehát látjátok, hogy van rajta egy kevés kis patina, de ezt is mindjárt eltávolítjuk, és akkor gyakorlatilag ez a hőcserélő, ez 100%-osan tiszta. Most már gyakorlatilag itt a másik oldal is rendben van, tehát látjátok, hogy ez a patina teljesen eltűnt róla, itt is tökéletesen átlátható az egész, tehát mondhatjuk azt, hogy a hőcserélőnek a dob része az teljes egészében tiszta. Most pedig a következő része jön, magának a kondenzációs készüléknek a lelke, a szifon. Már csak azért is, mert hogyha ez eldugul, akkor piszkos nagy gondokat tud okozni, tehát ugye ezt minden esetben tisztítani kell. És akkor a következő módszerrel szoktam én ezt csinálni. Ugye látjátok, odafent egy avabilincs van, tehát azt az oldalt nem fogom leszedni. Innen viszont ezt a bilincset el fogom tudni távolítani, ezt felhúzom innen, utána ezt az elemet kiszedem, és utána végén a szifon is le fog jönni innen teljes egészébe. Nos, hát a szifon részt azt ugye kiberheltem belőle. Ami nagyon fontos egyébként, hogy ezt a csövet is érdemes minden esetben ellenőrizni, mert volt már, hogy nem a szifon volt eldugulva, hanem ez. Ez még gumiból van, tehát ezt így egész könnyű ezzel a módszerrel ellenőrizni, hogy ebbe nincsen, ne adj Isten, valami lerakódás. Ebben az esetben kihullik, hogy ezt így végig nyomkodod. De lesz majd egy következő megoldása is ennek, hogy hogyan tud ellenőrizni, azt is mindjárt megmutatom. Nos, akkor szifon itt van, kiszedve, kitakarítva. Ezt most akkor gyorsan vissza is építem a helyére. Tehát ugye a szifont azt visszaépítettem a helyére, és akkor mondtam az előbb, hogy szeretném megmutatni, hogy hogyan tudod még ellenőrizni, hogy nehogy valami baj legyen a lefolyással. Hát ennél a kazánnál, hála Istennek, van itt egy ilyen töltőszelep, kezembe a slag túlvége, és roppant egyszerű módon ide, hogyha vizet engedünk, amitől nem lesz egyébként semmi baja. Tehát abban az esetben, hogyha itt szépen óvatosan vizet engedünk neki, akkor ennek ugye el kell itt csodálatosan folynia a hőcserélőn keresztül, úgy, hogy nem akad fent, és ugye nem dugja el. Tehát, hogyha szépen elmegy, mit tudom én, egy ilyen 5-6 liter víz, akkor már itt ugye ezt az egészet nyugtázhatjuk, hogy ez az egész
teljes egészében rendben van. És miután ezt ugye megnéztük, szeretnék egy érdekességet elmondani, hogy nem kimondottan a karbantartáshoz szükséges. Itt hátul van ez a levegőleválasztó kis doboz. Kicserélni egy álom. De Isten igazából itt most nekem nem is a cserével kapcsolatosan van hozzáfűzni való, vagy észrevételem, hanem azt szerettem volna elmondani nektek, hogy ez a doboz ugye, amikor megyek hazán, akkor ez ugye teljesen forró, tehát ilyen 60-70 fok, 80, attól függ, hogy milyen kazánról, illetve mekkora hőmérséklet mennyiségű van szó. Abba az esetben, amikor én ezt cseréltem, ott kettő darab ilyen küszlik volt egymás mellé sorba kötve, és gyakorlatilag ez az elem annyira felforrósodott, hogy ezt a műanyag csövet kiukasztotta, de csak úgy éppen, hogy a kondenzációs víz ugye csöpögött, de mivel hogy meleg volt ez az egész, így tulajdonképpen nem folyt, nem hagyott itt alul nyomot, de annyira elég volt, hogy szépen ezen az oldalon kiukassza ezt az elemet, és akkor utána már azért volt itt folyás, meg szórakozgatás ez az egészszer, ráadásul nem is volt egyszerű kicserélni. És ez köszönhető annak, hogy ez ekkor nagy budi darab van itt, tehát ez hatalmas. Most az új, ez egy kis öntvény, és viszonylag így a fele ekkora, tehát akkor már ez a kondenzáció leeresztő kis gumi, műanyagcső, ugye nem ér hozzá magához az elemhez. Tehát azt mondom, hogy ez nem volt egy túlzottan jó kialakítás, de hát ez van, ennél a típusnál ezt kell szeretni. Jól van. Hát én azt mondom, hogyha már itt a kazántesttel készen vagyunk, akkor kicsit nézzünk át az égőfejre. A kazánnak a burkolatát ugye lehet használni ilyenkor kis asztalként, és gyakorlatilag itt van az égőfej. Az égőfejnél két dolgot kell nézni, illetve három dolgot kell igazából ellenőrizni. Egyrészt, hogy ez a samot ez teljesen rendben-e, nincs elázva, nem-e porlik, nem-e kell cserélni, hogyha ez rendben, akkor tulajdonképpen ez jó. Második lépésként ugye ezt az égőfejnek a mátrixját kell megnézni, ezt teljesen körbe kell járni, egészen pontosan azért, mert hogyha szakadást, lukat, valamilyen sérülést láttok rajtok, ezt azonnal cserélni kell. Nem akarok sok kommentet fűzni hozzá, muszáj cserélni, mert akkor nem úgy megy az égés, mint ahogy ez szükséges, és elég komoly problémákat is tud okozni. Ugye az elektródát azt kicseréltem az előbb, és erre azért volt szükség, mint ahogy mondtam, hogy ezt majd el fogom mondani, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy a megfelelő távolság van-e tartva, hogy az égő fejtől jártam már úgy, hogy szállítás közben ez elhajlott, hozzáért és nem ment, és utána nem tudtam, hogy mi volt a baj. Többször szétszedtem, külön ugye kiszedtem az elektródát, megnéztem, hogy szikrázott, csak mikor be volt rakva, akkor ugye hozzáért az égőfejed, és ez nem volt túlzottan jó. Most körbenéztük ezt az egész égőfejet, teljes egészében rendben van benne a mátrix, tehát innentől kezdve már semmi más dolgunk nincs, mint annyi, hogy kicseréljük ezt a szigetelést, aminek Brenner Dichtung, vagyis égőfej szigete is a neve, 298 mm az átmérője, és 78-36-178-as megrendelési számon lehet ezt megszerezni. Égőfej újra helyén, benne az új tömítéssel, ugye kábelek szépen visszadolgozva minden a helyére, illetve egy új Klingerit 3-es tömítéssel még a gázhollander is vissza van rakva az égőfejre. Mindjárt ellenőrzöm a szivárgás ellenőrző sprével, és utána effektíve már csak a próba üzem van hátra. A füstgázméréshez ugye a lyukat azt megnyitottam. Itt van az én kis tesztó mérőeszközöm, és ez a Vitodens 200-as fogjuk mindjárt tesztelni. Ugyebár visszatettem rá a burkolatot, és bekapcsolom a készüléket. Megvárom, hogy ugye a kijelzőn végig menjen ez a kis csík, ezzel tulajdonképpen használatra készen áll a készülék. Ugye láthatjátok, hogy még mindig a kikapcsolt állapotban van. Ez egyszerűen tökéletes lesz, de most vissza kapcsolom a fűtés és melegvíz üzemmód, de ki is írt a Heizen und Warmwasser. És azonnal indítja magát a készüléket. Most meg is jelenik azonnal a kis láng piktrogram, látjátok, és elkezd szépen fölfele menni a hőmérséklet, tehát elindult a készülék is.
Jelen pillanatban pedig ugye teljes gőzzel, és ugye ott van a kis kémény seprő ikon, tehát a próba üzemmódban használjuk magát a készüléket. Nézzük meg, hogy mit mutatnak az értékek. Ilyen majdnem 52 fokos fűzgáz hőmérséklet mellett 8,16-17-22%-os széndioxid kibocsátása van, és a szénmonoxid ppm mértéke pedig 37, és tulajdonképpen megy ez még lefele. Tehát ezt én úgy érzem, hogy teljesen jól sikerült kitisztázni magát a készüléket. Nos, 74 fokos kazán hőmérséklet mellett tulajdonképpen szépen üzemel a rendszer. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ti egy Fisman Vitodens 200-as W típusú kondenzációs gázkazánnak a karbantartását láttátok. Jövő hét pénteken nem jelentkezek, utána viszont egy egészen érdekes epizóddal jövök, ami nem gázkazános lesz, hanem egy saját, kicsit hülye, furcsa projekt, de ezt mindenképpen szerettem volna nektek megmutatni. Kívánok kellemes húsvétot, meg mindenkinek jó pihenést. Most én is elhúzok egy hétre Magyarországra. Addig is. Sziasztok! Looking up in the park.